atya szert nem tehet, ahhoz, aki szívből szeret, annak nyugta ritkán lehet. Hogy nem veszett volna el, aki a deákságot, katonaságot, kancelláriát, patvariát szerzette volt. A legényeknek lángja mind deákságba, katonaságba, etcetera töltik el idejeknek jobb részit. Mink leányok pedig itt fonnyadunk a pártában. Pedig hát, ami azt nézi, én férjhez mehetnék, mert ugyebár egy néhány mesterlegények kéretnek. Na de Isten úgyse, hogy aztán a nevem csak Miklós mesterné, Péter mesterné, vagy valami hasonló legyen. Én inkább nagyot cselekszem, mert ha én deák legényhez nem mehetek, hát úgy akkor itt ér a pártában az 5X. Aj, pedig már 2010-ben elcsalám magamhoz György deákot bizony. Kinek a 3 oskolában nincsen párja, sem termetre, sem policiára nézve. No már most, ha még egyszer eljő, bizony úgyse én kitálalom neki szívem gyötrelmit, miszerint, hát én hozzá akarnék menni. Mert ha nem mehetek, hát akkor itt ér a pártában az 5X. Pedig a véleánynál rútabb nincsen. De nem hiszem, hogy én olyan szerfelettevén volnék. Az imént nézgelém magam a tükörben, és nem hiszem, hogy akár csak 2-nek is formásabb személye lenne kantában az enyémnél. Így hát, bízvást férjhez mehetek. Ó! Jó munkát, Kennek, Borka asszony! Kennek is része legyen benne, drága György deák uram, hát szívemből kívánom. Aztán mi jóban töri az eszét, édes Borka asszony? Talán a régi jók jutnak eszébe? Ó, a régi volt s múlt. De másban fő most az én fejem. Bizony, látom, mert jó formálak füstölök. Hát van is, miben füstölögjön, mert Kentek csak folyton áll a buta tanulásba. Jaj, szóljon kicsit világosabban, Borka asszony, hadd értsem a dolgot. Hát szólanék, ha volna valami haszna. De hát ki tudja? Ki tudja, ki tudja? Mondja ki! Ki tudja, melyik bokorba fekszik a nyúl? Hát, ha valami beszolgálhatok. Alla, hogy Kentek csak folyton abba a gutat tanulásba töltik el idejeket. Mink pedig Kentek után ásítozván itt fonnyadunk a pártában. Pedig Isten látja lelkemet, hogy mikor Kendet az oskola tornácán látom, épp hogy csak nem vércseppen a szememből. Annyira gyötrődöm Kent után, hogy még az álmaim sem jók miatta. Ja, édes Borka asszony, hát nem tudtam ezt a nagy szerencsémet. Másként mi tagadás benne? Én Kendet elvenném, de még Kennek sokat kell érni. Hát ez igaz, hogy én még igen csak ifjacska vagyok, de hát én férjhez mehetek, én tudom, mi a házasság. Igen, igen. De jobb, ha egy kicsit érik. Ma valami mesterséget tanultam itt a fizikából. Hogyan kellessék a leányt megéreltetni, hogy minél hamarabb alkalmatos legyen a férjhez menetel? Ó, hát mit bánom én, ha megperzsel akár egy sertést? Csak hamar férjhez mehessek. Ó, de könnyebb mesterséget ír itt a fizika. De qualitatibus corporum, sectione non habente, paragrafo postultimum. Jaj, mit ír? Azt írja, hogy aki férjhez akar menni, csávába kell annak ülni, és ott kell magát éreltetni, ha friss asszon kíván lenni. Hát akkor ne habozzunk, György deák uram, hamar csáváljon be, férjhez szeretnék menni. Örömes bizény, Borka asszony! Hogy nem tudtam én ezt a mesterséget 40 évvel ezelőtt? Hát akkor már jól bécsáváltattam volna magamat. No, itt a kád, Borka asszony. Üljön belé. De aztán jó erősen bécsáváljon, hogy bécsáválom hamar én úgy, hanem egy dologra vigyázzék, nehogy a csávalé a szájába menjen.
aki férjhez akar menni, szavába kell annak ülni, ott kell magát éreltetni, ha friss asszony kíván lenni, ott kell magát éreltetni, ha friss asszony kíván lenni. Na, most már azt hiszem, hogy kellően megértem. Oj, nagy bajjal megy férjhez a nagy leány, de most már úgy látom, hogy minden rendben, csak hamar eljön egy őrgydeák, hiszen most már akkor férjhez is mehetek. Férjhez menés. Most jut csak eszembe, hogy ma holnap mennyegzőt ülünk, és még csak ki sem próbáltam a mennyasszony táncát. Gyorsan kipróbálom, még nem jő el. Nehogy aztán gyalázatot valljak. Oh. Hát csak most veszem észre, milyen könnyedén forognak a csontjaim. Hát sikerült az éreltetés. Egészen megfiatalodtam, megértem. Férjhez mehetek. Hát igen, hamar kijött a kádból, Borka asszony. Még meg akarám forgatni benne. Hát én aztán jócskán megforgattam magamat. És nézze, egészen megértem. Férjhez mehetek. A száját, nem esette valami hiba benne? Ah. Jaj, Borka asszony! Nem megmondtam, hogy a szájára vigyázzon, nehogy a csávó belé menjen. Mind oda van a foga húsa, és a fogai már rútul kiállanak. Jaj, nekem! Hát bizony a nagy igyekezet, hogy hamar megéreljek, bizony a számba is tettem, hogy belülről is átjárjon a csávó. Ez már úgy átjárta, hogy itt már mind a fogaiból ki kell reszelni, mind pedig orvosságot kell bévenni. Mit bánom én, ha az összes fogamot kiszedi, csak férjhez mehessek. Akkor egy kevéssé várakozik. Jaj, de nagy gonddal megy férjhez a vén leány. És ezt a macskát orvosságképpen utójával előre egye meg. Megint 16-ot is, csak végre férjhez mehessek. Aki férjhez akar menni, macskát is kell annak enni. Úgy kell magát készíteni, a ponty alá frissnek lenni. Úgy kell magát készíteni, a ponty alá frissnek lenni. Na, már úgy megérlel egy györgydeák, hogy olyan vagyok, mint a jó nyüves túró. A fogamot is megreszeli, a macskát is megeteti. Most már bizonnyal nincsen bennem semmi olyan hiba, ami miatt férjhez nem mehessek. Ó, áldott nap! Hát berégen vártalak. Bezzeg, irigylik a jó szerencsémet a leánypajtásim. Na de, mit törődök én vélek? Addig jó, ameddig az embernek irigye vagyon. Na de hát, kövessék a példámat, iparkodjanak, és akkor nekik is lesz. Imhol jöjj, györgydeák, de összegúta, hát megint könyv van a kezében. Jó reggelt, Borka asszony. No, hogy nyugovék az éreltetés után? Hát az orvosságnak valami operációját érzéje? Micsoda álmat láta utána? Drága györgydeák uram, hát én egészen nekifrissültem. Olyan gyönge minden testem, minthogyha 6 esztendős leánka volnék. Az álmaim sem voltak ennyire kedvem szerint valók, mint most, az éreltetés után. György Deákné asszonynak hívtak, és ez nekem annyira tetszett, hogy csak, úgyhogy adjuk azt a könyvet, és fogjunk dologhoz.
De még ez a könyvírám olyan szép dolgokat a leányokról, akik férjhez akarnak menni. Jaj, áldott könyv! Mit ír? Itt azt írja a híres doktor Galénius, tomo duodo post penultimum, hogy az a leány, aki férjhez akar menni, s szép asszony kíván lenni, s asszonyságában mint urának, mint másnak tetszeni, annak festékkel kell élni. Na de hát, honnan vegyek én festéket? De volt nékem gondom, Borka asszonyra, mivel íme elkészítettem én, amint Galénius írja a szerint a festéket. Drága ember, hát igazán jó szívvel van irántam, hiszen maga csinálta. Na de hát akkor fessem be. De befestem úgy, hogy hét vármegyébe párja nem lészen. Senki kendre nézvén egy tekintettel nem elégszik meg. Hunja bé a szemét. Üsseg uta a szememet, csak szép legyek. Aki férjhez akar menni, és szép asszon kíván lenni, urának s másnak tetszeni, így kell magát befesteni. Urának s másnak tetszeni, így kell magát befesteni. Na hát, nem csodálom, hogy eddig férjhez nem mehettem. Hát beszép szavam van, most veszem csak észre a festék után. No, megérlele, megorvosla, befeste György Deák. Most már semmi hiba nem lehet abban, hogy férjhez nem mehetnék. Úgyhogy meg is próbálom, illik-e a kontya fejemre. Vesz el, te átkozott párta! Az is veszett volna el, aki szerzett volt! Na, suk a kontyot. Bezzeg, ez a konty, ez illik a fejemre. Csak jó ilyen gyorsan György Deák tegyen ítéletet róla. Úgy látom, értő ezekhez a dolgokhoz. Na, illik a kontya fejemre? Hát ez bizony illenék, de tudja, tatár, nem fekszi jól meg a fejét, igen tompa a feje teteje. Hát azt már igen, csak meggondolnám, hogy megtompult a fejem. Habár ez az átkozott párta, ez 40 évtől fogva lehet, hogy megkoptatta. Hát megkoptatta annyira, hogyha így marad, soha nem illik rá. Na de hát, akkor mit tegyünk? Hirtelen fel nem érhetem eszemmel. Jaj ne, hát gondolkodjék, György Deák uram, engem mentem megüt a guta, hogyha férjhez nem mehetek. Ne búsuljék, ne törődjék, Borka asszony, mert jut a valami eszembe. Azt gondolám, nincs is más mód benne, mint hogy köszörűkövön hegyesítsük a konyhoz a fejét. Úgy van, úgy van. Betem érdekesze van. Hát én ezt soha fel nem érhettem volna eszemmel. Hát akkor hamar, hozzon valamit. Azonnal. Áldott ember, hiszen magának készít kontyalá. De vajon férjhez megyek én? Itt a köszörűkő. Hanem egy kisé várakozik, valakit keresek, aki a köszörűkő alá tartja kendet. Nem kell, nem kell. Megtartom én magamat. Mit bánom én? Csináljuk. Aki férjhez akar menni, és fiskontyos asszony lenni, meg kell fejét köszörülni, úgy kell konyhoz készíteni. Meg kell fejét köszörülni, úgy kell konyhoz készíteni. Hát én tényleg nem csodálom, hogy eddig férjhez nem mehettem. Hát mennyi guta hiba volt bennem. Így hát, aki férjhez kíván menni, ki megvizsgálja magát, mert ott lesz benne a hiba, ahol meg sem gondolta volna. Hát íme, világos példa vagyok én.
Hát ki az ördög gondolta volna, hogy ennyi fogyatkozás légyen bennem, mint amit a drága Györgyák megorvosla. Na de hát, mindegy is. Ritka vén marha, aki azt hiszi, hogy benne nincsen hiba. De most már mindenen által estem. Minden órán György Deákné asszony lehetek. Így hát, viszlát, drága leánypajtásim. Tudom, tudom, szomorú nektek a tőlem való elválás, de mit törődöm én vélek? Hát végre, végre asszony lehetek! Látom én, Borka asszony, hogy egyik baj a másikon éri. Hát az Istenért, mi bajunk van? Hát nem jöttek el a muzsikusok? Ó, az legkevesebb volna. Nagyobb van annál. Hát mi? Beszéljen! Avvan, hogy addig mondá, hogy jobban köszörüljem a fejét, és addig bíztata, míg úgy megköszörülém, hogy abbizon, amint látom már, igen hegyes a kony, soha reál nem mégyen. Jaj, hát bizony így van, mikor az ember úgy igen siet. Na de, hát mit tegyünk? Nem tudhatom, mert azt is gondolám, hogy a hegyességit fűrészelnök le, de azt már biztosan meg sem árhatja, Borkasszony. De, én megállanám, csak attól félek, hogy megint nem találjuk el jól hozzáfűrészelni. Hiszen én is attól félek. Hát akkor? Akkor talán nincs más megoldás, mint hogy verjük belé a fejébe. Kivágjunk belőle egy darabot az. Kivágjunk? Akkor a darabból kivágunk egy darabot. Hát akkor mit tegyünk? Vágjunk ki belőle egy darabot! Nem! Én aztán már azt nem engedem. Én a fejemmel nem törődök, de a kontyot azt nem engedem rontani. Olyan nehezen jutottam hozzá. Hogyha így állunk, akkor más mód már nincs is benne, mint hogy verjük belé a fejébe. Úgy van. Hozzon valamit, amivel béverje. Rohanok. Csak ki gondolja a velejét a munkának ez a György Deák, de csak eljöjjön egyszer a napja, hogy felteszem a kontyot a fejemre. Bizony, eljön néhány kakukkszó, még újra leveszem róla. Álljon meg! Álljon meg, György Deák uram! Egyet gondolék. Mi lehet az? Arra gondolok, hogyha Kendi így szemből beveri az én fejembe a kontyot, akkor bizony a konyban baja esik. Én a fejemmel nem törődök, ha ízé porrázúzza is, de a kontyot azt féltem. Hú, de jól feléri a szével. Hát, ha nem, mit cselekedjünk? Hanem csináljuk úgy, hogy én itt húzom a kontyot a fejemre, Kent pedig hátul üsse az utólyomot. Nagyon eszes! No, akkor kuporodjék le, azt húzza, mert én ugyan ütöm. Jobban, Györgyák uram, ez még mégyen! Mely nagy öröm teli e szívemet, mert íme konty befedi fejemet. Kit régen hurcoltam, s mely miatt búsultam, a pártámat immár elárultam. Kontyot kaptam, tudom, sokan bánják, szerencsém irigylik és kívánják. Oda van a párta, én szívem ezt várta, mert konty a bút szívemből kizárta. Akárki mit mondjon a pártáról, kiabáljon az e bugattáról. Nekem bizony nem kell földről.
elve is világból vesszen el. Aranypártát kapnék is az utcán, megtapodnám a város piacán. Meccsömör a párta, nékem sokat árta, alig testem a földbe nem zárta. Csak nem estem gyakorta kétségben, ha más férjhez vittek ez helységben. Akkor elbámultam, s oly nagyon búsultam, csak hogy alig meg nem bolondultam. Szegény Borka, mennyit nyomorgottál, a pártában mennyit szomorkodtál. Sokszor könnyem csordult, de már az mind elmúlt. A gyötrelem immár örömre fordult. Vénebb leány nem volt ez helységben, s nem volt nékem részem a szépségben. De már megépültem, és néki szépültem, a konty alatt már újra frissültem. Most szép vagyok, hogy fejemen a konty, játszadozom, mint a vízben a ponty. Repülök, mint fecske, ugrom, mint vadkecske. Ki mondja, Borka szép menyecske. Most ám bánják, kik nem kérettenek. Sírnak, tudom, kik el nem vettenek. Látván szépségemet, frissült termetemet, már becsülnek, s kedvelnek engemet. Van már, uram, gazdag, ifjú, szép, jó, ábrázatja oly fehér, mint a hó. Ezt ám szívem várta, ami eddig árta. A fejemről oda van a párta.